Nem akarok elmenni, sorba akarok állni, csak ki a sorba végig. Arca volt, én tudom. És már arrébb állok, jó. Köszönjük szépen. Berlinden vendégeink figyelmét, hogy ezekben a pillanatokban már el is kettőből a térnek a másik oldalán a következő két programunk. Ez a LE alapítvány tárkos. Köszönjük szépen a bemutatásunkat, megvártam, míg az úr elmondja a LET alapítványról szóló bevezetőt. Szeretettel köszöntök a gyerekeket, felnőtteket, mindenkit. Aki már rendszeresen itt van május 1-én, az tudja, hogy ilyenkor mi szoktunk bemutatni kutyáinkkal. Cselenyec Katalin munkakutyaképzőn, bronzkoszorús mesterkiképzőn. Felvonultak a kutyusok, amint látják, nagyon szép számmal jöttek. Tehát az elmúlt egy évben nagyon sokat dolgoztunk, és hát látszik rajtuk, és gyarapodtunk is egy sok-sok kutyussal. Köztük vannak mehelyi kutyák, akik nagyon problémásan kerültek közénk. Figyeljétek a Katit, most van a köszöntet, és mindenki úgy köszön, ahogy a gazdia megtanította. Ott van Akita integet. Nézzétek meg, van, aki ugat, van, aki integet. Ez volt a házi feladatuk tőlem. Katira figyeljetek! Jó, közben beszélek. Alapozó bevezető gyakorlattal kezdenek. Hát jó sokan valahogy vagyunk, úgyhogy elfoglaltuk az egész területünket, amit leválasztottunk magunknak. Biztos, hogy felismernek egy pár fajtát ezekből a kutyákból. Fajtatiszta kutyák is vannak köztük, és keverékek is. Mint ahogy látják, kettő gyermekkiképzőnk is van. Ők már nagyon régóta foglalkoznak a kutyusokkal, és ezért tudtuk beállítani kutyákkal közéjük. Veronika vezeti a sort a két kutyájával. Most már csak egyel. Kicsit zárkózzatok fel. Jó, tehát az alapfokú fegyelmező gyakorlatot mutatják be, minden kutya teljesen más szinten van. Tehát vannak haladóbbak közte, majd mondok pár kutyát ezek közül, és vannak ugye kezdőbbek, akik nehezebben hajtják végre, de végrehajtják a gyakorlatot. Közben az a feladatunk, hogy halkabban beszélek, hogy ne zavarjam őket. Az a feladatuk a gazdiknak, és úgy kezdem a kiképzésüket is először a gazdiknak, utána a kutyáknak, hogy megteremtsék a megfelelő kontaktot a kutyusukkal. Ez abból adódik, illetve hát úgy alakul, hogy órákig gyűröm őket, hogy jutalomfalattal szólítsák a nevén, rájuk néznek a kutyák, és ott a jutalomfalat dicséretnek. Hogyha ez nincs meg a gazda és a kutya közötti kapcsolat, akkor semmit nem fognak tudni megtanítani velük a gazdik. Ez biztos. Ez a helyben maradásnak az alapfokú gyakorlata. És a behívásnak.
Közben elmesélek alapítványunkról egy pár dolgot, végre bejegyezte a törvényszék is. Amit látják, ugye majd, aki nem ismeri a Gordon Szentet például, az itt van éppen előttem két kutyával. Elnézést kérek, bocsássak, vadászkutya, és még egy jó pár vadászkutyát találnak itt. Tehát vadászkutya képzés is folyik a kutyasulinkon, munkakutya képzés, van itt egy pár olyan kutyus is, aki kimondottan munkakutya képzést kap, és clicker tréning. Ezek mind ösztönkezelési technikák, amivel a kutyákkal gyakorlunk mindenféle más módszerrel. A munkakutya képzésnek, a clicker képzésnek és az agility-nek is megvannak a maga módszerei, plusz a vadászkutya képzésnek is. A clicker képzés például egy olyan típusú képzés, ahol trükköket tudnak bemutatni a gazdik a kutyáikkal. Írtó gyorsan tanulnak ez alatt az idő alatt a kutyusok. És az egyik gondolom ismerik bocsánat. A kutya akadály versenyt. Náragudj, elnézést, köszi! Van két agility képzőnk, és nagyon profi szinten művelik ezt. Csilla Ropi. Ilyenkor ugye az az első, hogy azt kérem a gazdiktól, hogy ne idegeskedjenek, minden nagyon békésen, türelmesen csináljanak végig a kutyáikkal, ha kell korrigáljanak. Ezek a bemutató része mindenképpen kell, hogy a kutyák megszokják a tömeget, a gyerekeket, a gyerekek simogatását, nálunk rendszeresen jönnek le sérült emberek, gyerekek, akik tréningezés közben simogatják és dolgoznak a kutyákkal. Azt azért közben megsugom, hogy egy kutyát látnak itt, majd azt is megmondom, hogy melyik, aki segítő kutyának készül éppen, és ő speciális képzést kap, de természetesen tudnia kell az alapfokú fegyelmező gyakorlatokat is neki. Elnézést kérek, bocsánat, aztán sajátot venni. Kérlek szépen, egy barna labradorunk. Megsugom, hogy miből vizsgázott éppen nem régen. Vadászkutya képzésből, vadászvizsgája van a kutyának, és szarvasgomba kereső vizsgája van. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon különleges dolgok, és meg kell szokniuk a kutyáknak, hogy akármennyire különböző képzésben részesülnek, akkor is együtt kell tudniuk dolgozni egy csapatba. Célunk az, biztos szoktak látni itt, akik itt laknak keresztúron minket. Igaz, hogy nem narancsárga pólóba vonulunk ki keresztúra és környékére. Engedélyt szoktunk kérni, hogy itt a környéken szocializálódjanak a kutyák. Aki Facebook lakó, azért szokta látni, hogy a főtéren itt-ott azért megjelenünk csapatostól, kutyástól. Ezek mind teljesen tiszta, kultúrált kutyák. Se a piszkítást nem végzik el közterületen, majd hogy nem már csak vezényszóra piszkítanak, megtanulták ezt is. Közben egy ültetés van. Kati meg a végén már szerintem elhagyja a hangját is. Aztán aki egy-két kutyát bemutatok, amit már ismertek belőlük. Gordon Setterünk is éppen, akit itt mutatok nektek. Ez itt a sarkon. Ő vadászkutya képző, illetve hát vadászkutya, úgyhogy vadászkutya képzésen vesz már ugye részt. Ugye Samona ott van. Rebink az óriás nauzerünket már biztos többen ismeritek. Ő a szuperkereső kutyánk, Atomanti, a becsületes neve. És a behívás. Azért azt látni kell, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, illetve hát saját kutyátokon tapasztaltátok-e, hogy minden kutya éppen a saját gazdiához meg eszébe se jutott máshoz mennie. Nem véletlenül történik ez. Ezek is nagyon komoly gyakorlás kérdése. Elnézést, vissza lehet jönni, de mert azt jaj, nem bocsásson meg. Bocsáss meg, de tényleg nem látom semmit, köszi.
Mosolyogjatok, még ha szakad is. Szóval, mindjárt vége van nem sokára már ennek a taktusnak. Láb mellett mennek a kutyák most is. Megmondom őszintén, hogy én már egyre jobban úgy tartom a képzéseimet is, hogy a póráz az nem vezető, hanem segítő eszköz már nálunk. Ezt szigorúan megkövetelem a gazdiknál már, tehát a póráz végét kell fogni ott lent a kutyasulinak, kutyáknak, a gazdinak, mert nem engedem, hogy rángassák őket, nincs semmi olyan, ami a kutyák kényszerhelyzetbe vinné, csak is a dicséret és a ösztönzés és a motiválás alapján képzik ki a kutyákat a segítségünkkel. Nagyon köszönjük az égi áldást, de azért mi kitartunk, és nagyon megköszönném, hogyha ti is kitartanátok, bár az időjárás előrejelzés ezt azért említette.